Üdvözöllek titeket! Ahogy látjátok, megérkeztünk az általatok összeadott segélyszállítmánnyal, amit nagyon-nagyon örültek itt. A gyerekek segítettek kipakolni, és egy film jutott rögtön az eszembe, mégpedig az Amerikába jöttem című film Eddie Murphy-vel. Mégpedig azért, mert körülbelül 10 perc után már a gyerekek az utcákon a mi általunk hozott sapkába, kabátba, cipőbe szaladgáltak, jó volt őket látni. És ugyanakkor picit szomorú is. Most bementem abba a házba, ahol Alexék életvitelszerűen élnek. Aki látta az előző videót, az tudja, vagy látta, hogy milyen körülmények vannak kint, és milyen körülmények vannak a pékségen belül. Na most a házba ettől jóval-jóval rosszabb. És boldog emberek vannak bent. Én ezt furáltam. De egyrészt meg is értettem. Nincsenek nagy elvárások, nincsenek külső ingerek, ők csak élni szeretnének, megélni szeretnének, és azt vettem észre, hogy ezek az emberek mind irányíthatóak, ha megfelelő példa és motiváció van előttük. Alexnek megígértem, hogy ha legközelebb megyek, akkor próbálok még összeszedni bármilyen felajánlást, bármilyen segítséget, és ahogy beszéltem vele, a legnagyobb igény, vagy legnagyobb szükség most valamilyen bútorra, szekrényre, ágyra, matracra, bármire lenne szükség. Nem tudom, mikor fogok legközelebb menni, de megpróbálok neki segíteni. Ha nem jön össze, akkor anyagilag, készpénzzel, vagy bármivel. Én nagyon-nagyon pozitív ember, ugyanakkor rengeteg-rengeteg negatív külső hatás éri őt, úgyhogy így még külön megemelem a kalapom előtte, hogy ennyire kitart, ennyire motivált, és ennyire szívén viseli a gyerekek sorsát ott a településen belül is. Alex, le a kalappal előtted, fogunk még találkozni, fogunk még beszélni, vigyázzatok magatokra, jó volt újra látni titeket.